Francia kölcsönhajóval szerezte a magyar evezősport negyedik világbajnoki aranyát a floridai VB-n kormányos kettesben a korábban már EB győztes Simon Béla Juhász Adrián páros, akiket Kollát Vanda segített kormányosként. Ő az első nő, aki férfi hajóban nyert VB aranyat. A trió élménybeszámolója következik. Sziasztok, jó reggelt kívánok! Hát nem tudom, volt egyáltalán valaha a karrieretekben olyan izgalmas néhány percetek, mint az utolsó 300 méter ezen a világbajnokságon, Béla? Talán azt mondhatnám, hogy nem. Mindenképpen szerintem életünk legjobb finisét tudtuk előkapni a tarsolyból, úgyhogy nagyon örülünk, hogy így összejött minden. Így terveztétek meg a taktikát, pontosan erre készültetek, igaz? Igen, már évek óta gyakorlatilag ez a taktikánk, valahogy erre álltunk rá, az edzéseink az valahogy ezt eredményezik, úgyhogy számítottunk erre, hogy így összejöhet. Melyikőtök dönt ilyenkor, hogy mikor robbantsatok? Hogy ezt megbeszéljük már még a parton, hogy hogy fogjuk nagyjából csinálni. Ugye megvan az, hogy 1000-nél frissítünk, 500-nál elkezdünk emelni, és aztán amelyikünknek van lélekjelei, te hamarabb szóld. Általában az utolsó 250 méternél pirosra változik a bólyák színe, és az azt jelenti, hogy onnan aztán lehet repeszteni. És akkor most az volt, hogy Adrián mondta, ez hogy... Ez pont folytva a piros jelzésnek kell elindulni, igaz? Igen, így van, nem úgy, mint az autóval. És Adrián mondta, hogy akkor most gyerünk 10 csapást, és akkor csináltunk 10 csapást, amennyire csak bírtunk, és akkor mondta, hogy még 10-et, és akkor még 5-öt, és akkor így telt el az utolsó 250. És Vanda, te mikor hitted el, hogy megvan, vagy meg lesz az arany? Hát nem is tudom, én hittem el talán a legelőször, mert én már láttam, hogy milyen sebességgel csúszunk el a többiektől. Hát így pontosan méterre nem tudom, de annyira elindultak a fiúk a végén, hogy hát ilyen megállíthatatlan érzés volt. Béla, tehát akkor te már azért menet közben a végén, ott a piros után kezdted sejteni, hát hogy ebből meg lesz. Biztos voltam, hogy dobogó az meg lesz, ahogy elindultak a fiúk, 500-nál végül is már robbantottak, és utána meg úgy haladtunk el az ausztrálok mellett, hogy szinte ihetetlen volt. Abszolút. Hogyan lesz valakiből kormányos egyébként? És hogyan került a kormányos ebbe a hajóba, hogy ezt a férfi-női kombinációban egyedülálló tettet hajtsa végre? Igen, hát én Bélának vagyok a párja, és idén már. Tehát a magánéletben is te vagy a kormányos. Igen. És idén márciustól volt lehetőség arra, hogy női kormányos is lehessen a férfi egységekben. A kritérium még annyi, hogy 55 kiló a minimum súly, én 55 kilós vagyok, és igazából pont úgy jött ki az életemben is, hogy ez a pár hónap szabad volt, és a fiúkkal tudtam együtt felkészülni. Nem mondtam le semmi másról azért, hogy a fiúkkal együtt töltessem ezt az időt, úgyhogy én így kerültem bele a csapatba. Világos, az első randi megkérdeztem, hány kiló vagy? Egy pár évvel már ez terve volt. Na most, ugye ez a versenyszám nem olimpiai szám, mindenki az olimpiáról álmodik, ti is. Mi ennek a hatalmas sikernek az értéke? Egyrészt azért is kezdtük el, hogy a jövőben ez kicsit ilyen vérfrissítésnek, már nagyon régóta elvezünk együtt, és mindig kell egy kis változatosság, mi nem tudunk nagy egységekbe itthon beülni, ezért választottuk ezt a Coxperort, meg ugye pont amit mondott Vanda, hogy ezt az 55 kilót, ezt gyakorlatilag húzzuk magunkkal edzésen, ez nagyon jó plusz megerősítésre a testünknek úgymond, és szerintem nagyon jó alapot képez a tokiói olimpiára, plusz azzal a jó eredménnyel nagyon bízom benne, hogy meg tudjuk a felkészülésünket is alapozni, mert azért így ez egy jó ugródeszka lehet. Ja, értem, tehát ugye azért is jó lesz ez a Tokióra erősödés szempontjából, hogy valaki mondjuk ilyen ólómellényt rak magára, ti meg egy 55 kilós nőt visztek magatokkal. Így van, ugye mindenképpen kellett valami, ami kizökkent minket a hétköznapokból, és ez nagyon jól jött ez a hajóegység. Úgyhogy igazándiból azt gondolom, hogy nem volna az értékéből, nem olimpiai szám. Rengeteg olimpikonnal versenyeztünk, akik kiestek, franciák, tavaly Rióban bronzérmesek voltak, akiktől kölcsön kaptuk a hajójukat, úgyhogy attól függetlenül egy nagyon-nagyon kemény mezőny jött össze. Na most egy ilyen versenyen a hajó minőségének mekkora jelentősége van, ha már ez a kölcsön kapott francia hajó? Hogy tietek alapvetően miben különbözött attól, amivel végül is a döntőben nyertetek és versenyeztetek? Hát ez relatív, hogy most mi számít soknak meg kevésnek, mert igazából ilyen egy-két másodperc nem tűnik soknak ugye az életbe, de ugye az a pályán az nagyon soknak is lehet, ugye. Hát számít. Azért az a 20-25 év, ami különbség volt a két hajó között, azért anyagfelhasználásban, meg nagyon jó állapotú volt a régi hajunk is, de akkor is az anyag azért kicsit elfárad, az a villának nevezett, ami tartja a lapátot, ez mind-mind számít. Hát meg egy kicsit lelki pluszt is ad azért, hogy nem versenyzünk rosszabb hajóban, mint mondjuk az ellenfelek, és
ez mind az ellenfelek részére is, meg a miénkbe is, úgy könnyebb elhinni, hogy gyorsabbak tudunk lenni. Na most ez a kapott hajó, amivel nyertetek, ez olyan 7 millió forintot 6, ér. Igen. Na most ugye ezután az aranyérem után, bár azt már feltentném úgyis, hogy egy EB aranyérmes párosnak vagyon nem jár-e akkora támogatás, mint mondjuk, hát vegyünk egy hasonlítást, egy jobb NB1-es futballcsapat, jobb játékosának egy havi bére, erről beszélünk. Most ez meg fog nyitni bizonyos kapukat, mit gondoltok? Ugye nekünk van egy hajónk, amiben az olimpiai versenyszámon szoktunk ugye indulni, az egy nagyon jó minőségű hajó, sajnos ilyen Cokszperorja nincsen az országnak, tehát rá voltunk kényszerülve arra, hogy valahonnan külföldről béreljünk. Németországból tudtunk egy gizeni klubból kölcsönkérni hajót, úgyhogy hát sajnos így alakult, hogy nagyon nehéz volt egy normális minőségű hajót szerezni, de az élet sajnos, vagy szerencsére kárpótolt minket, és hozzájutatott minket egy olyan hajóhoz, amivel fel tudtuk venni a kesztyűt. És végül azt mondjátok meg, hogy egy elég érdekes készülési kombinációtok volt, van magyar edzőtök, de mellette ugye az olasz Eros Gorettivel is dolgoztatok. Mi lesz a felkészülésetek van a jövőben, ami a tanulsága ennek, hogy a módszereiteket bővítettétek, szóval hogy fog ez kinézni a ti felkészítésetek Tokióra, hiszen a cél, hogy ott hát meglegyen az aranyérem, igaz? Igen, igen. Hát én nagyon bízom benne, hogy ezzel, amit mondtam, hogy meg tudjuk alapozni, és több edzőtáborba tudunk eljutni. Hát szeretnénk minél többet együtt készülni Érosszal, meg a magyar edzőkkel is. Attól függ, hogy ez hogy jön össze, hol tudunk lenni. Nyilván, hogyha Magyarországon, akkor így... Hát ilyen kooperációban együtt szerintem a legjobb. Hát nem tudom, meglátjuk, hogy alakul. Hát én kívánom, hogy a legjobban alakuljon, és akkor hajrá, további jövőben gratulálunk ehhez a fantasztikus VB aranyhoz. Köszönöm szépen, hogy itt voltatok. Köszönjük szépen.